erősebb tünet elnyomja a gyengébb tünetet. Hogyha valakinek melevedési gondja van, kiderül, sokszor kiderül, hogy azért van melevedési gondja, mert előzőleg korai magömése volt, és már a psziché nem raffinált, és ki akarja kerülnie, hogy ne legyen gyors, és aztán kikerüli, hogy már nincs is miben. Tehát ez ilyen pszichésen kell érteni, persze, hogy ez egy még nagyobb kudarc, de valahol logikus a testnek a működése. Van, amikor már a tarda vagy belemegy egy ilyen melevedési gondba, mert már a kudarcot úgy jönnek, hogy az egész szex nekem kudarcos, akkor elkezd, hogy minek is álljon fel, amikor nem lesz ennek vége. Tehát hosszú távon már akár egy másodlagos szexuális probléma is előjön, illetve a párnak, a pár egyik szexuális gondja elfedheti a másiknak a szexuális gondját. Hogyha a lánynak nincs kedve, a libidó csökkenése van, vagy libidó hiánya, és egyszerűen nem hajlandó szexelni a párjával, ugye akkor jönnek, hogy a párom nem akar szexelni, a feleségem nem hajlandó. És akkor egy után kiderül, amikor már hajlandó, hogy hoppá, a férfinek pedig korai magömése van. Addig az nem derül ki, amíg nincs szex, és akkor szépen egyik elfedi a másikat, és akkor nyilvánvalóan akkor már azzal kell foglalkozni, hogy az egyik megoldódik, de hogy ilyen is létezik.